csatolják be biztonsági öveiket. Igen, és egy állandó dolog. És ott csöndben maradok, és teljes mértékben halljuk az atmoszférát, vagy teljes hangerővel, amikor ugye kialszanak a piros lámpák, az egy szenzációs érzés. És aki nem élte át ezt semmikor a helyszínen, én abban hiszek, hogy ha felhangosítja a tévét, és én nem rontom el a kiabálásommal meg a beszédemmel, akkor az egy olyan élményt ad neki, amire érdemes figyelni. Egy rajt az mindig tele van feszültséggel, a Forma 1-es rajt. Azért ott 22 pilóta el akar indulni, és el akar fordulni ugyanazon az íven, ez általában nem szokott sikerülni. Ennek a feszültségét szerintem nagyon jól át lehet azzal adni, az ember egy picit csöndben marad, és akkor érezzük, hogy milyen az, amikor ez a 22 autó odalép. És hát meg eladod a sót. Ez akár tetszik, akár nem, ez egy szórakoztatóipari termék. Gábor olyan nem volt, hogy az Zoli bekérte maga a Carmina Burana? Evoduló zenének. Hogy hatás még erősebb legyen. Hozzáteszem egyébként, hogy néha, tehát én mindig az a fajta ember voltam, aki úgy tanulta meg, hogy hol vannak a határok, amikor azokat átlépte. Silverstone-ban túl voltunk 4 durdefekten, ami még Silverstone-ban sem annyira vicces dolog, bár 300 km per óránál, bár vannak nagy bukóterek, ezt ugye elmondtuk, hogy egy nagyon biztonságos pálya, de azért az nem egy mókás dolog 300-nál elszállni egy durdefekttel. Annak az összes feszültsége bennem volt, de így utólag visszagondolva, meg persze visszanézve, igen, egy picit túlreagáltam. Tehát szerintem akkor kell így üvölteni, amikor egy magyar versenyző az utolsó kanyarban, az utolsó futamon nyeri meg a világbajnoki címet. Remélem, igen, abban kicsit talán, igen, igen, túlzó lendületet vittél, számomra értetetlen módon, de nem volt baj. Nekem, én szeretem egyébként az amerikai stílusú kommentálást, tehát ez, bele kell vinned a minden érzelmedet, nekem úgy, vagy legalábbis én úgy szeretem, és én ülök a Zoli mellett, amikor átbeszéljük ezeket a dolgokat, én egyáltalán nem fogom vissza az Zolit, inkább azt nehéz megtalálni, és azon kell nagyon sokat dolgozni, hogy mindig jókor jó helyre tedd, és utána úgy vegyél vissza, hogy utána a következő az megint hatásos legyen. Mert ha folyamatosan fönt vagy lent vagyok, egy idő után az unalmas, tök mindegy, hogy nagyon üvöltesz, vagy nagyon nem mondasz. Figyelj, végig gondoltam, tehát saját magamat szorítom be egy nagyon szűk játéktérre, mert a csendtől a kiabálásig egyébként nagyon sok eszköz áll a kommentátor rendelkezésére, hogyha én fejhangon üvöltök végig, akkor saját magammal cseszek ki hosszú távon, mert nem tudom ezt az egészet differenciálni. Meg a nézőkkel is csak szó. Igen, hát az csak egy gombnyomás, hát manapság már ezen könnyű. Viszont nekem ez a kontraszt nagyon jól jön, mert én ezen marha jól tudok játszani utána, és ezt ki is használom sokszor. Igen, ezt én figyeltem, ezt te kihasználom. Ellentétben az első két futammal, amikor Ausztráliában és Malajziában úgy ültem be, mint aki vért ivott, és hogy most gyerekek, most megcsinálom, és hogy ide így kell ezt csinálni, most mindenki figyeljen. Most kifújja a szakma orrát. Igen, azt egyedül végcsináltam, ha nem szólok, meg is végcsinálja. Tehát olyan lendületet vett, hogy... Tehát ellentétben azzal, amikor tudatosan készültem erre, ez most tök őszinte volt. Hiszen hát ott volt, túl voltunk már 4 durdefekten, feszkó volt, tényleg verseny volt, jó, azt mondták a pilóták fülére, hogy nyomhatjátok, ezért szeretjük az autóversenyt látni. Az e felett érzett örömöm volt ennyire hangos. És majdnem pont ezt mondta szó szerint, ha visszaemlékeznék, csak üvöltve. Igen. Komolyan. Igen, de én azt gondolom, hogy tehát én alapvetően egy heves érzelmi reakciókra hajlamos ember vagyok. Egyéniségemből fakadóan, és hogyha nem kell szerepet játszanod a mikrofon mögött meg a kommentátorállásban, akkor szerintem már jobb az egész, meg kerekebb az egész. Tehát én nem fogom vissza magam, csak egy picit. Avassuk bele abban nézőket, hogy ti mit láttok például a közvetítés alatt. Tehát ugye a néző lát egy tévét, azon nézi, és ti mondjátok az információt. Nyilván nektek ennél több minden van a birtokotokban. Ugyanazt, mint a néző, csak kisebbe. Ugyanazt, mint a néző. Semmiféle más, egyéb online oldalak megnyitva, információ. A Lifetiming az egyetlen. A Lifetiming az a Forma egy hivatalos időmérő oldala, ami interneten elérhető, és annak egy olyan verzióját nézzük, ami mind a kettőnknek, nekem a telefonomon, Zolinak a iPad-jén van, és gyakorlatilag az összesen infót te is láthatod, csak nem feltétlenül biztos, hogy tudod úgy olvasni, vagy olyan gyorsan olvasni, hogy én tudom például olvasni. Biztos van, aki igen, de mondjuk ezt alapvetően azért nem árt, hogyha előtte van valami versenyzői végzettséged, vagy legalább már versenyeztél, tudod ezeket gyorsan felfogni, hiszen annyi számot látsz egyszerre forogni, változni, nem biztos, hogy kiszűröd olyan gyorsan, és addigra az már is múlt, és egész más történik. Azt egyébként elárulom, hogy Gábor többet nézi a telefonján ezeket az adatokat, mint a képet, a bejövő képet. Sok néző kérdezi azt, hogy miért nem lehet nagy képernyőn közvetíteni. Megmondom miért, mert az a legegyszerűbb, hogyha gyakorlatilag a teljes látómeződben ott van az egész kép, amit figyelsz folyamatosan, és amiről szinte én mondjuk le sem veszem a szemem, vagy nagyon keveset. Nagy képernyőn azért lenne nehéz nagy képernyőről közvetíteni, hogyha közelülsz egy nagy plazma tévéhez, mert nem tudod befogni egy pillantással az egészet, és egy csomó információról, vagy részinformációról marad le. Múltkor azt hiszem, hogy te szúrtad ki pont Massát a rajt, nem a rajt után, nem sokkal a rajt amikor, után volt. Amikor megpördült. Amikor megpördült, talán a negyedik körben. Szóval annyira
pici részleteire kell figyelni a képnek, hogy sokszor még ezen a képernyőn sem vesszük észre, vagy nem úgy vesszük észre, de hát ezért jó, hogy ketten vagyunk, mert talán valamelyikünk figyelmét nem kerüli el. És közben ugye kapjátok interaktív módon a kérdéseket, amiket gondolom meg ugye adnak be nektek. Ez a szabad, pénteki szabad edzéseken csináljuk. Egyébként egy ideig tartottunk ettől a szabad edzés dologtól, ezt most már utólag elárulhatjuk, hogy fogjuk ezt a másfél órát úgy végigvinni, hogy ne legyen unalmas. És azzal, hogy interaktívát tettük a dolgot, és jöhetnek a kérdések, gyakorlatilag úgy megy el a másfél óra, hogy folyamatosan kicsit így népnevelünk, vagy olyan kérdések is felmerülnek, amire egyébként futam közben, időmérő közben időnk se lenne, hogy elkezdjünk valamit ilyen szinten elemezni. De aztán találtatok, hála Istennek, egy 78-as kincses kalendáriumot a legyon, és az a kiúztát. Na, ahol tehát elő kell bányászni. Visszatérve magához a konkrét formány, ez nagyon sok kérdés jön, mert a csapatokhoz, hogy például van olyan, aki, de egy laikus kérdés, de érdekes, hogy ki melyik szállodába megy. Tehát a kisebb csapatok is panzióba szállnak, meg ott környékén, te a Gresenben, te az Intercontinental elnökéből nyomod. Tehát, hogy mondjuk a Ferrari beköltözik egy komplett lakosztályba, míg a kisebb csapatok mondjuk Mogyoród környékén Aranka panzióban szállnak meg, vagy egy helyre mennek? Kérdezi egy hallgató SMS. Nagyjából egy körzőt le lehet szúrni egy ilyen fél kilométeres sugarú körben. Megszállják a belvárost az összes csapat. Tehát most már nincs az, hogy tényleg panzióban, meg sátrakban a Hungaroring környékén. Gyakorlatilag az összes belvárosi szálloda ilyenkor tele van a csapatokkal. Mert a Force India-val szoktunk itt lent találkozni rengelenként. Igen? Az aluljára. Itt laknak a régiek klub mellett. Nézzük egy-két hallgató kérdést, mert rengeteg jött hozzátok. Erdélytől szeretném kérdezni, mikor játszik Tétmi a közös. Legközelebb. Ti ezen még nevettek? Én ezt imádom. Múltkor a Zsolti fölhívott, és azzal kezdte, szem az ikertesom. Tagadhatatlan a hasonlóság. Miért kell ennyire kontrollálni az egészet? A pilóták nyilatkozatát szerintetek a show még jobb lenne, az emberi oldaluk még jobban látható lenne. Lásd anno Senna Prost, kérdez egy hallgató. Egyetértünk, csak ez túl sok pénzről szól már ahhoz, hogy ne kontrollálják. A csapatok érdeke is sérülhetnének, és ezt nem engedik a csapatok nyilván. Tehát egy profi marketinggépezet van, és ez már nem fér bele. Van egy szerződésed, évente keresel mondjuk 10 millió euró, plusz bónuszok, plusz minden egyéb, ezt kockáztatod azért, hogy két olyan módot mondja, mi nem tetszik a munkaadódnak. Nem feltétlenül. Valószínű, hogy nem, igen. A Gabitól kérdezném, hányadik futamra szoktam meg, hogy Zolit nem kell kijavítgatni. Nem, ki kell javítgatni, nem? Egyébként nincs olyan, nem kell kijavítgatni, és nem csak Zolit, szerintem senkit, mert hogy, és még olyan is van, hogy ő javít engem. Tehát egyszerűen van, amikor bele futunk olyan bakikba, másfél órás, két órás élőadásban nincs olyan 19-szer két óra az évben, hogy valamit ne nézzek el. Tehát egyszerűen magamat is néha javítom, ez belefér szerint. Nagyon szép. Nagyon alázatos. Komolyan, egyébként én ezt az legelejétől kezdve mondtam, hogy nincs olyan kommentátor, aki nem... nincs olyan kommentátor, aki nem mondana néha a hülyeséget. Én múltkor simán elkezdtem úgy a monakói nagydíj szabad edzésed, időmérő edzésed, hogy és a pálya, ahol minden elindult, miközben tudjuk, hogy Silverstone-ban rendezték az első Forma 1-es nagydíjat. Igen, és Gábor rögtön javított, én meg helyre raktam magam, hogy Zoli ébredj. És azt képzeld azt a nyitó mondatot, amíg tudom, hogy egy percig beszél, és egy percen van, hogy kitaláljam, hogy elegánsan hogy javítom. Hogy Silverstone-ban kezdődött 1950-ben a Forma 1-es világban, de sikerült. Sikerült, hogy ez a már a második futam volt abban a bizonyos évben, hiszen Silverstone-ban. Szóval ezt nyilván tudom, csak ott akkor valahogy a pillanat hevében, vagy másra figyeltem, vagy nagyon meg akartam csinálni, ez becsúszott. Tehát mondom még egyszer, nincs olyan kommentátor, aki nem mondana butaságot. Szerintem az különbözteti meg a riportereket, sportriportereket egymástól, hogy egyrészt a saját hibáikhoz hogyan viszonyulnak. Én hajlandó vagyok kiröhögni magam a mai napig. Hú, Zoli, ez mekkora hülyeség volt. Szerintem ezzel semmi gond nincs, amíg nyilván egy határon belül van. Tehát, hogyha nem válik túl sokká. De aztán, viszont, bocsánat, igen. Leszoktattad a Gábort arról, hogy mondjuk tőmondatokban retusáljon, mert ugye mondjuk egy évvel ezelőtt még azt mondta volna, hogy az Silverstone. Massa. Alonso. Hát sokat beszéltünk. Zoli, megörülök, a kíváncsisággal nem tudok aludni, hogy áll a kerítésed, kérdezi. Ja, ugye? Ugye beszéltünk erről. Nádfonat kontra zöld kerítést akaró. Egyelőre jó, hát még nem juggatták át a növények, de hát még csak két hete van fönt, majd figyelem folyamatosan. Négyes kanyar acélszalag korlát. Na, és akkor újra visszatérve. Szerintetek meg lesz újra Fettelnek? Kérdezi Gábor. Melyik hostess? Igen, jogos. Én azt hallottam, ő melegez, igaz? Meg. Mindenkiről mindent. Jó. Ennyi sok ilyen pletyka terjeng. Én hallottam már olyat, hogy nem. Vagy konkrétan tudok olyat, hogy kivel nem. Tényleg? De szerintem meg lesz a negyedik BB cím. Lehet, hogy kicsit uncsi most, nem? Ez igaz. Tehát a bajnokságnak mindenképpen jót tenne mondjuk egy Räikkönen Alonso 1-2, és akkor utána történjen bármi. Ezt most mondom még egyszer a Forma 1
iránt rajongó sportszeretőként. De az se baj, hogyha megvan minden szezon fő gonosza idézőjelben, nekem is sem bajom Sebastian Vettele. Kell olyan, amikor együttes erővel valakit le kell húzni, ez meg volt a Schumacher érában is, kicsit Alonsonál is, habár ott ugye gyorsan fordult a kocka. De hát de... minden szezon fő gonosz az Bernie, nem? Jó, hát ő a fő gonosz. Ő a Saruman. Ül a nagy kapcsolótábla mögött valahol, és nyomogatja de a gombokat. De nem lehet legyőzni. Mondjuk most a München ügyészség megpróbálta, de... Igen, de valószínűleg ott is lefizetett valaki. Döntetlenre, mint a gyaloggalobban, amikor már sekéssel áll, és kiegyezünk döntetlen. Egyébként szerintem Vettel most meg tudja nyerni a magyar nagydíjat. Nekem múltkor bejött a tippem, hogy ő nyeri a németet, hosszú idő után hát ugye sikerült neki. Fogod, azt mondod? Persze. Olyan jó, most nem szeretünk tippelni egyébként, most csak zrikálom. És Hamilton, aki ilyen magyar specialistának mondható? Hát, ki van, Nikola szakítottak, az nem fog menni most. Igen, megvan rogyva egy picit. Nem, hogy ilyen rondán mondjam, hogy Nikola szakít, nem szakít, együtt vannak, nincsenek. Tegnap tittelte ki Hamilton, hogy Nikola egyszer azt mondta nekem, hogy Bécs milyen gyönyörű város. Megnéztem, igaza volt. Tehát a csávó teljesen maga. Ha nem keverte Pécsel. Na, egy dolog most, hogy bosszúból összekavart kicsit a Rihannával, hogy milyen szépen mondom, Rihanna. Nikor Rihanna. Nem, hogy ott most megy ez a kis dafke, akkor ellenszexelek valakivel. Ezek a szakkifejezések. Hát a csajok ellenszexelnek, ellennyaralnak. Nem, ha Pali elmegy valahova kicsit hétvégén, akkor a csajok is ellenhétvégéznek, vagy ellennyaralnak. Magánéletről egyébként bármiféle kérdés nekik lehet, vagy az eleve ki van kötve, hogy semmiféle magánélet. Tehát most mondjuk beül a Hamilton, és te rákérdezel finoman, kicsit meg vagy rogyva, hát cimbi. Tőlünk nem profi. Bulvár újságíró föltett, legfeljebb elküldi a francba, hogy válaszol. Azok után, hogy néhány héttel ezelőtt valamelyik angol lapnak nyilatkozott, adott egy hosszú interjút Hamilton, és ugye ő kitért erre, hogy elveszített egy embert az életében, aki nagyon fontos volt neki, és hogy ez látszik a teljesítményen, de nem teheti meg, hogy maga alatt van, hiszen ott egy csapat, amelyet vinni kell a hátán, meg motiválnia, és így tovább. Ezek után azt gondolom, hogy simán rákérdezhet egy riporter, hiszen hát ő ezt egyszer már elmondta. Pusziket Dolsztól kérdezni. Egyébként pedig nem illik magánéletezni, mint ahogyan például Felipe Massánál sem illik már erről a balesetre rákérdezni a Hungaroringen. Hát ez konkrétan megkérték a Ferrarisok és Felipe Massa, hogy ez lezárt ügy, ő nagyon komoly munkát végzett azért, hogy ezt elfelejtse, ezen túl legyen, sportpszichológus, nem tudom ki segített neki, légy szíves, ne hozzátok fel, tapintatlan dolog lenne valóban megkérni. Na és akkor emlékszel arra, amikor jött a rugó? Igen. Hogy vagytok bár Ikellóval? Megbeszéltétek már? Egy óra jár az agyat. Tápénzem vagy? Igen, milyen volt a Honvéd kórház? Ez olyan, hogy Gábor folyamatosan előjön a négyes kanyar szalagkorlátjával a Hungaroringen, ahol egyszer rommát törtem magam, ezt most már valószínűleg nem fogom lemosni magamról. Hát vannak még ilyen felütésünk, de mindent nem árulhatok el. Na, csináltunk egy kis kérdéssorozatot hozzátok, hogy mennyire ismeritek egymást, jó? Most már azért eltelt pár hónap, hogy ugye szorosabb kapcsolatban is vagytok. Nem ittunk még egymás vizéből. Azt hittem más mondasz. Mondom, milyen bevállalós lettél, Zoli. A minden, milyen partik vannak ott az M1-nél. Na, azt mondja, hogy egy-egy kérdés, jó? Csak, hogy mennyire ismeritek egymást. Gábor, neked szól az első kérdés, hogy hozzád szól. Hány cukorral issza a kávéját, Zoli? Ne sugjál! Megszorulj! Egy. Egye. Így van. De rohadék vagy. Lesrúgtad. Oké. Mit sportol Gábor lánya, Zoli? Tudom, hogy falat mászni szeret, de nem ez. Úszik. Így van. Úszik? Szinkronúszik? Szinkronúszik. Nagyon jó. Zoli, jó. Neked szól a második kérdés. Melyik kezével ír Gábor? Melyik lábával rúgja a focilabdát? Jobb és bal. Figyelj. Na ne. De ezt kebbi vágja. Minden tudnak egymásról. Akkor most a piercingest. meg a tetkósat. Mikor volt Gábor aranyér műtése? Ott együtt volt. Igen. Mi van, Gábor, hozzád szól a következő kérdés, hogy neked szól, mi van a közvetítő állásban Zolival szemben a falon? A saját posztere. Egy életnagyságú Pali poszter. Mondjad? Pályatérkép. És tudja. Így van. Ott ül mellettem. Mert nekem nem kell, nekem feljön. Így van, nekem meg ki kell. Zoli, az utolsó kérdés Gáborról. Melyik sportág egyik alapítója Magyarországon, Gábor? Melyik sportág alapítója? Hát tudom, hogy snookerezett sokáig. De nem az lesz.
Na, jó irányba van. Baseball? És a baseball, és tudja, és tudja, és tudja. A kvízmester, a kvízmester, hogy csak. Aj, a jó szívem. Fé, hát ez tök jó, hát ez tök jó, tök jó, tök jó sikerült. Jó, hát követjük egymást a Facebookon, igazából csak onnan ismerjük egymást. Amúgy nem is beszélünk. Abszolút nem érdekel, Zoli, most is hátterülünk. Ezt komolyan beírtad utolsó kérdésnek, Laci? Mi volt az? Nem, hát vécés kérdés. Teljesen. Na jól van, srácok, hát a helyzet az, hogy szeretünk, imádunk benneteket, csak így tovább, üvöltözve, csak így tovább, Gábor, bérsékelted, visszafogva a temperamentumot. Ja, amit csináltok, az szerintem jó és szórakoztató, és nagyon szeretem. Hát mindig az útnak az elején vagyunk, köszönjük. Az út elején vagytok, de behatárolható szerintem, stílusa van, stílusjegyei vannak. Mondjad, mit mondtál, Gábor? Igen. De tényleg szeretjük, úgyhogy hajrá, és köszönjük szépen, hogy jó, 10 év múlva, akkor vegyél fel, amikor stoppolok, hogy utolérlek, akkor majd állj meg egyszer. Köszönjük szépen. Mi köszönjük. Akkor Magyar Nagydíj a hétvégén 28-szor az M1-en mindent közvetítünk. Hagy mondjam egy kicsit, hagy beszéljek haza. Egyébként pedig tényleg az összes edzést és mindent közvetítünk élőben. Tehát amikor Forma 1-es autó gurul a Hungaroring aszfaltján, azt mi élőben adjuk. Akkor mi ott vagyunk, igen, tehát beleértve a két pénteki szabad edzést, most kaptuk a visszajelzést, Suzy Wolf érkezik hozzánk a kommentátorállásba, a Williams tesztpilótája. Van két hálózsákunk kín. Abszolút, hogy kiköltözünk a Hungaroringre, és akkor majd hétfőn összeszednek minket. Zoli, felhoztad ezt a tévét. Ez kutyafádat. Benne van a szerződésemben, bocs. Igen, hihetetlen. Végre van nézettség is az M1-en. Köszönjük a meghívást, szeretünk mi is benneteket. Még puncsoljunk egymásnak? Nem, lezárnám. Most lezárná, ha hagynád. Igen, abban.